Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves VNTV, vagy Mi van a Tudat televízió nézőket. A VNTV könyvespolcáról mindenki válaszolsz, melyiket szeretné. Melyik rabot? DNS István barátommal beszélgetünk. A nagy titok, ami nem titok, hogy Magyarországon kiadtak egy újabb könyvet a transzcendentális meditációról, és itt a VNTV-n, meg sok helyen azért Dino nevével félmélyezett ez a magyarországi mozgalom. A belső csend ereje a címe ennek a könyvnek, és mi volt ennek az aktualitása? Miért pont ez a konstelláció? ez egy jó kérdés. Hát igazából ez most jelent meg külföldön is, tehát Amerikában, tehát rajta is van New York Times bestseller, tehát tényleg egy ilyen sikerkönyv lett. Én magát a szerzőt személyesen nem ismerem, egyébként ismerem, tehát neki volt már korábban egy könyv, egy viszonylag már nagyon régóta, most már azt mondja 40 év, azt hiszem talán TM tanár, tehát még ott a TM tanári kurzusok 70-es évekből elején lett TM tanár, de a könyvben ír is erről a saját történetéről, és hát ugye ő most arról híres, és ez a könyvnek is egy ilyen apropó, hogy szerintem azért is jelentette meg a szervezetünk ezt a könyvet, mert ugye én most nem vettem részt aktívan, mint más könyveknél, hogy a Bhagavad Gita-t, ugye azt én fordítottam Maharishinak a Bhagavad Gita kommentált, arról is beszélgettünk már itt, meg Maharishinak a két könyvét, azt ugye mi fordítottuk a feleségemmel. Ennek meg az apropója az, hogy most Amerikában az elmúlt olyan, hát azt lehet mondani, hogy olyan 10 évben most van egy ilyen új hullám, vagy egy ilyen újra éledése ennek a technikának, ugye már volt a 60-as, 70-es években Maharishi miatt, egy ilyen reneszánsza, és hát akkor azért már új volt, most meg van egy új reneszánsza, hogy most megint nagyon sokan tanulnak meditálni Amerikában is itt az elmúlt 5-10 évben, most ebben az időszakban most még többen, mint itt Magyarországon is azt vettük észre, hogy most az emberek nagyon elkezdtek odafigyelni ezekre a dolgokra, és ugye ez a kolléga meg arról híres, hogy Amerikában, akik most ezt az új hullámot, vagy reneszánszt elindították, hogy nagyon sok ilyen hírességet ő tanított meg meditálni, tehát akik most nyíltan vállalják is Amerikába, hogy egy párat mondjak, ugye James Cameron, tehát vannak nagyon híres filmrendezők, akkor ilyen színészek, ugye, akiket itt Magyarországon is ismerhetünk, akik ugye nyíltan vállalják, hogy ők ezt a technikát gyakorolják. Amerikában ez a híres személyiség, ez a hölgy, és ugye az is most tanult meg nem olyan régen, ugye a Bobrottól meditálni, tehát nagyon sokan vannak. Ki bogarászol a könyvből? Mindegy, most nem tudta szembe, az emberek úgy is tudják, és írt is Dinoka, miért pont ilyen meditáció? Annyiféle technika van. Miért ez népszerű, ugye a celebek számára is elfogadható, ugye? És a másik kérdésem, hogy miért nem szabad keverni a meditációs technikákat? Ja, hát igen, erről már beszélgettünk, hát miért TM? Hát ugye ez roppant egyszerű, most idézőjelben egyébként ez az egyik legismertebb meg gyakorlat szemszögéből, tehát nagyon sokan ugye gyakorolják ezt a technikát, mint én magam is, ugye Magyarországon is, külföldön is, meg az egész világon, ugye Maharishinak a jó voltából, ugye 59-ben kezdte el a technikát megismertetni a világ, ugye 1959-ben, és hát azért, mert könnyű, egyszerű, természetes, és könnyen be lehet iktatni át a napi rutinba, te is emlékszel, amikor megtanítottalak, tehát ugye 220 perc, tehát ez nem igényel ilyen nagy, ilyen spirituális ködöket, hogy most ilyen ruhába kell járni, meg ilyen szoba kell hozzá, meg nem tudom, miket kell csinálni, és akkor tudsz meditálni, hanem alapvetően éled az életedet, meg ezt a technikát, hogy megtanulod, gyakorlod. És ugye a hatásai pedig abszolút természetes, az idegrendszer, az elme, a test természetes működési folyamatain alapul. Csak azért hívjuk meditációnak, mert a tudatnak a alaptörvényszerűségeit használjuk a indulási folyamatnál is már. Tehát a tudat tér vissza saját alapállapotába, és ebben ugyanúgy van egy természeti törvény, ami ezt a mozgást ugye irányítja, meg véghez viszi, és épp ezért bárki megtanulhatja, azonnal ott vannak a napéletben a hatások, ugye azért a sztárok is ugye stresszesek, fáradtak, tehát ugye ezek a filmforgatások, én egyen voltam talán ott, ugye, ahogy láthattam, tehát ezek ilyen rettentően ilyen, hogy mondjam, ilyen ember
embert próbáló. Tehát, hogy egy felvételt felvesznek 20-szor, meg most így állítsuk be, és akkor ugyanazt az egy mondatot el kell a színésznek ismételni, ugyanabban a pozícióban, ugyanúgy mosolyogjon 20-szor, ezt mi nem látjuk a filmen. És akkor, tehát ez lehető nagy nyomást lesz sokszor rajtuk, meg olyan filmek vannak. És hát nekik is ugye ezt fel kell dolgozni, meg a magánélet, hát nem kell itt meséljük róla. És ugye ez működik. Tehát ugye itt is meséltem, meg itt is beszéltünk már róla, hogy mert természetes folyamatok vesznek benne részt, tehát ezt lehet mérni testen, a idegrendszer működésén, minden a hatásait. És hát ezért utána lesz úgymond ismert, mert hogyha ezt valaki úgy gyakorolja, hogy megtanulta, akkor ott lesznek az életében már az első napoktól kezdve azok a jó hatások. Hát én is meséltem már, ugye, amikor megtanultad a saját tapasztalataidat, én itt már nagyon sokat elmeséltem, meg szinte az összes körül forog nálam, és szerintem ennek van az egyik fő hajtórugója, hogy működik ez a lényeg, működik. Azt nem mondom, hogy a többi akkor nem működik, persze, hogy azok is működnek, csak más a céljuk, más az, amiért a más technikák úgymond születtek, vagy alkalmazni kell. És ezért szoktuk így csoportokba is tenni, és ma már ezt tudományosan is csoportba kell tenni, mert ugye a pszichológiában néha még egy kicsit tévképzett, azt hiszem már ezt itt is elmondtam veled való beszélgetések során is, hogy minden meditáció egyforma nem. Tehát ma már az idegrendszer meditáció alatti működését figyelve ugyanazokat a csoportokat meg lehet különböztetni, hogy van olyan, ami a koncentrációt segíti fokozni, tehát a elmebeli összpontosítási képességet, ezek a koncentrációs technikák, ez lehet bármi, hogy csukott szemmel képzelje el valamit, próbálj egy képet minél tovább fenntartani, vagy nyitott szemmel dolgokat, vagy csak egyáltalán olyan mentális folyamatot végezni, ami az összpontosítást erősíti. Aztán vannak az ilyen kontemplatív, az ilyen úsztatott technikák, amikor úgy csak úgy engeded, és csak úgy spontán ilyen, mint csak úgy figyelnéd a gondolataidat, vagy sok keresztény kontemplatív technika is van. Ott megint másképp működik az agy. Tehát most ezeket tudjuk nagyon szépen dokumentálni, hogy milyen működés jellemzi ekkor, meg akkor. Megvan ez a technika, ami most jelen pillanatban ebből csak egy van, ami meg ezt a transzcendálást segít, hogy a tudat, amikor aktív, ha az aktivitásában magára hagyjuk, és nem kényszerítjük semmilyen más aktivitásra a tudatosságunkat, akkor a tudat alapvetően ugyanúgy egy alapállapotba helyeződik, ahol a tudat csak önmagát tapasztalja. És ez a hazatérési folyamat, ez a természetes meditáció. És ez ugyanúgy megtörténik mindenkiben, csak amikor az idegrendszerünk és az összes más tudati működésünk azt helyez előtérbe, hogy csak akkor vagyok tudatos, amikor a tudat aktív, tehát hogy a tudat valamilyen aktivitáson keresztül tudatos, akkor háttérbe szorul az a belső tudatosság élmény, hogy a tudat önmagáról is tudatos közben. Tehát ez az öntudat tapasztalat. És a meditációban ez kerül a felszínre, tehát ez kerül az előtérbe, hogy megtapasztalod magadat csak tiszta öntudatként. És ennek is van egy saját folyamata, a működés az idegrendszerbe, és akkor megint teljesen másképp működik az agy, más jeleket produkál a tested, és a többi, és a többi. És akkor így ma már orvosilag, meg agykutatás szemszögéből, tehát ugyanígy csoportok lehet osztani, hogy az ilyen technika ezt fejleszti, ez ezt csinálja, a TM meg ezt csinálja. És ezért tehát nem lehet őket egy lapra tenni. Mindig valami célt szolgál, tehát amire használják, akkor az úgy jó lesz, de nem lehet azt mondani, hogy például egy koncentrációs technikában ugyanazt majd el lehet érni, ami a TM-nél a transzcendálás, tehát az a természetes lecsendesedés és a tiszta tudat tapasztalat. Mert ott a tudatot ugyanúgy működtetjük, tehát valamit tapasztalunk, tehát a tudat úgy tudatos, hogy valamit tapasztal, és mindig meg lesz a koncentrációnak a tárgya, az összpontosítás tárgya, tehát abban például nem lesz transzcendálás. De ettől függetlenül mondjuk az összpontosítás képességének a fejlesztésére, embereknél, gyerekeknél, akinek ez mondjuk gyengébben megy, akkor persze ezek a technikák segíthetnek, de még egyszer tudni kell, hogy mi a cél. A Marinének a transzcendálás hogy magyaráznád el? A transzcendálás, amit mondtam, természetes tudat lecsendesedés, tehát a tudat lehet aktív, mint az óceán, vagy teljesen kisimul, és a saját belső mélységében is leáll minden működés, és egyszerűen csak abban nagyon mély, mozdulatlan csend tudatosságban vagyunk, ami mindenkinek ott van önmagán belül, amikor az aktivitások szépen elcsendesednek. De ott van valami. Van, hát a tudat, ami a valami, az a valóság. Így van, az nem a semmi egyébként. Elsőnek úgy tapasztaljuk meg, de csak azért, mert elvesztjük a határainkat, egy teljes kitágulás, egy ilyen határtalanság, ami sok embernek az elején olyan, mint egy üresség, mint ha belezuhanna az ürességbe, amíg az is, mert ez a határtalanság a maga csendje miatt, ez egy üresség, de ennek van egy belső tartalma, maga az a tudatosság, ez a belső intelligencia. Említetted, hogy Erikával, feleségeddel
hosszú évtizedek óta tanítjátok a TMN-eket. Most már 22 év. 22. Össze tudnád adni a két ujjadon hány embert? Nem. Nem. Most már 2000 fölött vagyunk. 2000 fölött. Abszolút. És itt vannak visszajáró? Abszolút. A legtöbbségével. Minek kell visszajárni, ha egyszer? Hát igazából visszajárni nem kell, csak mi biztosítjuk a lehetőséget. Tehát mi úgy szoktuk mondani, talán még te is emlékszel rá, mikor veled tanultunk, hogy a tanfolyam végén én mindenkinek el szoktam mondani, hogy mindenki szabadon jött ide tanulni, és még szabadabban távozik, tehát semmilyen kötöttség nincs innentől. Még az sem, hogy most ő fog rendszeresen meditálni, vagy nem. Azt is utána mindenkire rábízzuk. Ugye mi elmondjuk, hogy miért jó az, hogyha rendszeresen meditál, de ha nem fog rendszeresen meditálni, az az ő dolga. Ha havonta csak egyszer meditál, az is az ő dolga. Jó. És biztosítunk nekik ilyen követést, mert hát hány ember tudod, annyi fejlődés, annyi kérdés, egyebek, és hogy ne érezze magát ilyen elvesz, hogy na, akkor most már magamra hagytak, és akkor lenne kérdésem, és akkor most mit csináljak, olvassak, hogy mi, hanem akkor bennünket meg tud keresni, meg szervezünk nekik ilyen havi beszélgetést. Néha van kis időnk, és nem ilyen rohamban, mint mai nap, leülünk, és akkor szoktál csinálni ilyen kontrollokat. Meditáció ellenőrzés. Akkor én ott zümmögök, te mellettem zümmögsz, és akkor te érzel valamit ezen zümmögésen? Hát van benne az is, de maga a folyamatnak nem ez a lényege, hanem ott, ha emlékszel, az elején együtt, illetve én mondom neked a lépéseket, hogy hogyan induljon el a meditáció. Tehát, hogy te is hogyan indítsd el azt az ártatlan, ugye befelé észlelést, ugye. Van a kis segédeszközünk, a kis mantra, és akkor ennek a ártatlan tapasztalása, hogy kezdődjön el a természetes gondolatáramlásba. És ugye, ha valakinál a meditáció egy kis zavar állna be, itt most a régi meditálóknak is mondom, akkor egy TM tanár, ugye abban tud segíteni, hogy az elején, ott az első lépéseknél, hogy esetleg egy kicsi félresiklás, tehát hogy csak úgy ártatlanul vegyük az egészet, ezt az ártatlanságot ott elveszíthetjük, mert túl pörög az agyunk, most egy kicsit napunk feszültebb volt, ez van, az van, és akkor nem is veszük észre, hogy ezt a természetességet, ártatlanságot úgy nem tudjuk megtartani, hogy mondjuk elkezdjük nyomni, vagy meditáljunk, vagy valamit, tehát hogy nem ilyen ártatlanul, csak úgy leülsz, válsz egy kicsit, elindul a folyamat, és akkor csak fogadsz mindent könnyedén. És akkor ott a tanár segíthet az elején visszahangolódni ebbe az ártatlanságba. Természetességben, de nem én miattam fogsz tudni meditálni, mert már tudsz meditálni. Csak ez segíthet. És ezt hívjuk mi ellenőrzésnek, de nem az, hogy belenézek a fejedbe. Az, hogy közben, hogy együtt meditálunk, én is érzem azt a mélyülő csendet, amit már hogy te is azt tapasztalod, vagy te is érzed, hogy ilyenkor mélyebb, biztos tapasztaltad, hogy a mélyebb, amikor együtt meditálunk, az emiatt van, mert én is ugyanabban az állapotban vagyok, mint te, és akkor azt lehet érezni, hogy most viszont nem szimpla ébertudatban vagyunk, hanem ebben az alapvető tudatosságban vagyunk mind a kettőnek. Van egy ilyen zsigeri csendje, és akkor itt az ember ezt a környezetben szinte elkezd így érzékelni, mintha vágni lehetne a csendet. Jó, van egy személyes kérdésem, hogy van-e különbség, hogyha én TM meditációt akarok tanulni, hogy Dienes Istvánhoz megyek el, vagy egy másik TM oktatóhoz, vagy ez teljesen standard? Vagy mi az, teljesen standard. Te többet adsz? Tehát maga a tanítási folyamat az mindenkinek ugyanaz, minden TM tanár, aki elvégzi ezt a képzést, tehát ez egy tanítási módszertan, amit megtanul az ember, és akkor ha ezt alkalmazza, akkor meg tud valaki tanítani erre a technikára. Most nyilván TM tanárként én magam ugyanazt alkalmazom, mert én is TM tanár vagyok, mint bármelyik kollégám itt Magyarországon. Annyi különbség lehet, hogy mi a hátterünk, tehát hogy ki honnan érkezett, nekem van egy olyan értelemben mondjuk egyedi hátterem, hogy én nagyon sokat foglalkoztam a TM előtt is már tudománnyal, nagyon sokat foglalkozok mai napig is a TM belül tudománnyal, más kollégám mondjuk ezt nem annyira érdekelte, ő teljesen más, hogy mondjam, ilyen indítatás vezérelt a meditációhoz, ettől függetlenül egy ugyanolyan tökéletes a maga teljességében, de nyilván, és ez meg is mutatja, hogy kiket vonz be, tehát nyilván akkor ő az olyan típusú embereket fogja jobban bevonzani, akik maguk is olyanok, mint amilyen ő volt, amikor az egészet elkezdett, hogy van egy ilyen ártatlanság, egy ilyen természetessége, én hozzám meg nagyon sokan olyanok jönnek, főleg itt a videók jó voltából, hogy van egy kicsit ilyen intellektuálisabb állítás, hogy szeretnék érteni is a dolgokat. Várj, ugye nálam keresnek téged, hogy hol találnak meg téged? Hol találnak meg? Hát a rajtad keresztül, de van honlapunk, tehát tudod, ez van az a dnsnagy.hu, akkor itt mondom mindenkinek, tehát www.dnsnagy.hu, ugye ez a kis oktatási, kis cégünknek ugye a honlapja, ami ugye a TM tanításra készült, és akkor ott meg tudnak találni, illetve hát ott meg tudják találni a feleségemnek az elérhetőségét, és akkor ott végülis engem is meg tudnak találni, ha valaki engem keres. Jó, az egy DNS nagy, mert Nagy Erika. Igen, DNS nagy. Egyébként már Erikát is szeretném már látni, mindig csak te nyomasz. Hát most úgy volt, hogy ha most ez másképp alakult volna, akkor úgy volt, hogy ő is jön, csak most így, hogy hétköznap jöttünk, meg minden, meg én most hétköznap jöttem, így most akkor tudja mindenki, hogy ez egy hétköznap történt fölvétel. Hát neki az nagyon érdekelt. Otthon neki a családi kötelezettségek még az erősebbek.
Jó, én már itt többféle meditációt bemutattam itt a VNT-ből az elmúlt évek alatt. Megmondom őszintén, hogy annak idején, amikor én is 15 éve talán, amikor belekeveredtem ebbe, megváltoztatta az életemet. Tehát az, hogy hát volt, hát körülbelül 10 éve. Le tudtam nyugodni, meg azért bennem rengeteg azért ilyen olyan fajta aktivitás, nem jó az agresszivitás szó, de sokkal érzelmesebben, motiváltabban éltem az életemet. Megmondom őszintén, hogy az akaraterem nem múlt el, de a csendből forrásozok, és már nem az emóciókból. És nekem ez hozta. Az a csend, az a tiszta tudat. A tiszta tudat. Erről szól, így van. Uh-huh. És egyébként ezek a sztárok is azért úgymond kattannak rá, mert ugye ugyanazt a fordulatot tapasztalják. És az, hogy valahol befordulsz egy csöndes sarokba, felszállsz egy buszra, vagy azért, és akkor csak zümmögsz, és nem is lehet látni rajta, azt hiszik, hogy Bóbis korsz, vagy azt a... Együtt elmentünk Dinóval pancsikálni, félre ne értsétek, ez a Debreceni, ahol a hatházi csinálja a riportjait, ahol a termálba. A termálba. Laci, hatházi Laci. Emlékszem, egy riportja, hogy két töltött fürdőruha, és akkor ott van az a korlát közöttem. Ja, amikor meséli ezt, hogy mert nénike na, ugyanaz azon a helyen. Itt az amerikai katonák a Mekong-deltába. Din elég sokat beszél, de ott elvesztettem. Itt idáig, mint a békák a vízbe, és fél rá zűn mögött, és akkor ott a béke és a nyugalom. Nem, szállt, is lehet. És bárhol. Már ezt nem szoktuk javasolni, még akik elsőnek meditálnak az első napokból, hogy most ő megy medencébe. Na, jó kérdés. Miért nem javasolják azt, hogy szabad téren? De azt javasoljuk, csak hogy mondjuk vízbe. Mondjuk vízbe nem, ezt már kérdezték másképp, hogy otthon a kád vízbe, mikor relaxál. Vagy csak azért nem szoktuk javasolni, mert ugye a meditáció, biztos te is tapasztaltad, néha bekövetkezhet az, hogyha a tested fáradt, hogy belealszol. És akkor ugye a vízbe ülsz, akkor ugye a test ezt az állapotot természetesen nem biztos, hogy fel fogja tudni venni, hogy most igazából elaludna, mert kicsi erőködésed lesz, vagy nem mersz elaludni, vagy nehogy belecsúsz a vízbe. Csak kiesel a meditáció. És akkor van egy, nem is azt mondja, hogy egyből lesz egy pici erőködés, és abban nagyon természetes folyamatban, uh-huh. a meditáció. De amikor ott ülsz egy széken, vagy leülhetsz a természetbe, abszolút lehet menni. Uh-huh. Az első napokban ezt csak azért szoktuk nem javasolni, hanem hogy próbálja ki valaki, mert ez egy olyan nagy ilyen, hogy mondjam neked, ilyen idillinek tűnik, hogy a Buddha is egy falat meditált, és akkor ott világosod meg én is majd, ha kiülök meg egyebek, mert a meditációban azon kívül az ember tapasztalja ezt a lecsendesedést, ezt a nagyon mély belső csendet, még a pillanatokra és aztán pedig egyre hosszabb időre, de közben az érzékszervek ugye kifinomodnak és igazából élesekké válnak, tehát hogy nem egy transzba esünk, hanem egy nagyon tiszta, éber tudatosságban vagyunk, és teljesen tudatosak is, ilyenkor a környezet akár ingereit is ott ülve nagyon tisztán hallhatjuk, és akkor egy erdőbe, ami eddig nekünk az volt, hogy hú, milyen csend van itt, hirtelen elkezdjük tapasztalni, hogy mozog a falevél, fütyül a madár, még a hangyák zaját is hallhatjuk, és az, hogy egyáltalán most ezt a természet zajt én hogy tudom kezelni, veszem olyan könnyen, vagy hirtelen, basszus, mi az, amit én nem tudok meditálni. Tehát, hogy kell egy ilyen kis megszokás ahhoz is, hogy ezt az ilyen természetes idézőjelben zajt, ami nem zaj, de mégis tudjam könnyedén venni, hogy most a meditációt ez nem zavar. Nem reagálsz rá. Igen, de azért hány ember tud, az lehet, hogy akkor elkezdi zavarni. Én meditáltam barlangtól kezdve mindenhol, kipróbáltam mindent, én ezt elszoktam tanfolyamon is. Úgyhogy én az ember vagyok, mint a tudós, hogy na, akkor próbáljuk ki, hogy itt milyen, ott milyen, ott milyen, és akkor rá lehetom mondani hitelesen, hogy én kipróbáltam a barlangba is meditációt, ott meg azt hallgatod, hogy csepegnek a vízcseppek, mint a bombáznának. Ugye teljesen éber, kifinomodsz, azt is hallod. Ami addig nem is volt zaj, észreveszed. Nagyon érdekes. Mikor a mester oktatja a tanítványát, és kérdezi tőle, hogy meditáció, hogy hallottad-e a csobogását a 2 kilométerre lévő pataknak, hát mester, én még nem hallottam semmit. Na, azt mondja, akkor kezdjük előre. Hát azért mondom, igen, már abban a teljeségben, hogy az nem, tehát nem egy transzba kerülünk, azért egy másik tudatállapot, hanem a tudat teljesen éber, és ez az éberség most a tudatosságom tartalma. De ez az éberség éppen annyira kiáratott a érzékszervek csatornáin is, és ezért tehát nem. Az elején persze tapasztaltunk egy ilyen magunkba zuhanás, de igazából utána, hogy egyre ez megmaradt tisztán, akkor egyszerűen nagyon tisztán érezhetünk mindent, és ez a nagyon tiszta érzékelés egy pillanatra, akkor ugyanúgy zavaró lehet, mert hirtelen rádöbbenünk, hogy úristen, eddig ezeket nem is hallottam. Drága barlanglakó Dénes István Dino, nagyon köszönöm, hogy beavattál. Egyébként én, ha megkérdeztem, hogy miben különbözölt a többi oktatótól, pontosan ez a játék, ahogy ugye előtte van egy több órás előadás, ahogy játékosan el tud magyarázni ezt a dolgokat, nekem ebben nagyon sokat különböztél a többi TM. Annak idején a mantrára is jöttetek csoportosan előadni, és akkor én láttam a különbséget. Hát persze, ebben hányan vagyunk annyi félel. Azért mondtam, ez meg nagyon jó mar, és egyébként ezt azért akarta, hogy mert ez a sokszínűség, tehát mert nem tudjuk azt, hogy melyik embert viszont még fogja meg, mert lehet, hogy másik megengedtelen megijed.
hogy úristen, ilyen nagy tudás van, úristen, nem is meg sem velem szólít. Vagy miért hülyeskedik el. Ja, hogy ilyen bolond, igen. Hogy, igen, pont. Na, engem a bolondságot fogod meg. Hát ez egyértelmű, a bohóca, bohóca. Dinoka, nagyon köszönöm, hogy itt vagy nálunk. Köszönöm még egyszer. És ezt a pár tök jó riportot, amit csináltunk, a nézők külön köszönik neked. Én nagyon köszönöm. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t, Vianatúra televíziót láttak. Viszontlátásra. Thank you.